Ünnepélyes pillanatokra váró gyerekekkel telt meg az egykor Széchenyi nevét viselő általános iskola aulája. Minden év szeptember 21-én tartják az iskola névadójának a tiszteletére megrendezett ünnepséget. Filó Tamás ünnepi beszédében Széchenyi gondolatait idézve kívánt szerencsét az idei esztendőben végzőknek. Soha sem késő újrakezdeni, új célokat kitűzni, új utakon elindulni. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhassa jövőt. Habár intézményünk neve már nem őrzi Széchenyi emlékét, a díj, amelyet róla neveztek el, minden évben méltó módon adózik a legnagyobb magyar emléke előtt. A legnagyobb magyar születésének 230. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben, így ez az évforduló tette különlegessé az idei alkalmat. Iskolánk egyik legnagyobb ünnepén vagyunk, a Széchenyi napon. Ez alapvetően gróf Széchenyi István születésnapjához, szeptember 21-éhez kapcsolódik. Ezen a napon született 230 évvel ezelőtt a névadónk. Az immár hagyománnyá vált ünnepség keretein belül jelképesen iskolapolgárá avatják az újonnan érkező első osztályosokat, és átadják az előző tanévben legeredményesebben végzett diák számára a Széchenyi díjat. A vándorserleget az a tanuló kapja, akinek kiemelkedő tanulmányi és sportteljesítménye volt, illetve aktívan részt vett a közösségi életben. Ebben az évben tanítványunk Benne Máté kapta meg ezt a díjat. A szavazás az úgy szokott kinézni, hogy alapvetően a diákok véleményét is kikérjük, illetve a pedagógusok a tantestület szavazat alapján kerül kiválasztásra a tanuló, és így lett ebben az évben Benne Máté. Talán a tasból is látszódott, hogy mindenki elismerésére szolgált a jelölés, hiszen hatalmas tapsot kapott, több percen keresztül zúgott az elismerés hangja. A sok szorgalomnak és a munkának beérett a gyümölcse, mondta Benne Máté. Örült, hogy ezzel a kitüntetéssel a szüleit is büszkévé tette. A serleg birtoklása felelősséggel is jár, mert feladatul kapja, hogy további eredményeivel, munkásságával tovább öregbítse az iskola hírnevét. Most szeretnék mindenképpen az iskolára, a középiskolára fókuszálni és a sportra. Pakson tanulok az eszibe, és szeretnék minden jobb eredményeket elérni. Kis Széchenyisként fogadom. A házi rendet mindig megtartom. Az ünnepélyes fogadalomtétel után a 8. osztályos tanulók feltűzik a legkisebb polgároknak az iskola jelvényét, jelezve, mától ők is igazi Széchenyisnek számítanak.